Fák az orvosi rendelő épülete a csaknem 1800 lelkes Vasmegyeren. A településen egyházi orvos fogadja itt a betegeket. Teheti ezt néhány hónap múlva sokkal korszerűbb és esztétikusabb környezetben de nem csak emiatt fontos a fejlesztés. A kivitelezést követően az épület sokkal energiahatékonyabbá is válik, ami csökkenti az önkormányzat kiadásait, mondta el Abinéri Krisztina polgármester 35 perc című műsorunkban. Elsősorban kiemelném a fűtés korszerűsítését, mert nagyon elavult a fűtésrendszerünk, és az elmúlt években komoly problémát okozott a fűtés a kazán karbantartása ami mellesleg nagy anyagi terhet is rót az önkormányzatra. Ennek a pályázatnak segítségével teljesen megújulhat a fűtéskorszerűsítés, új kazánok, radiátorok kerülnek behelyezésre. A belső felújítás tárgyát képezi még ezen kívül a villamoshálózatnak a korszerűsítése, felülvizsgálata, ledes lámpatestek behelyezése. Az energetikai korszerűsítésünkhöz hozzá tartozik még napelemrendszer kiépítése a tetőszerkezetre, illetve külső lábazati, fali és födémszigetelést is kapna ezáltal az épület. A 115 millió forint értékű top pluszos támogatásnak köszönhetően pedig új eszközt is kap a rendelő, így a lakosoknak helyben elérhetővé válik a mély nyakrák szűrés is. Ez pedig már a Vasvári Pál utca, amely az egyike volt annak a négy utcának a településen, amely nem rendelkezett szilárd burkolattal. Egészen idáig az aszfaltozást és a vízelvezetés szintén top pluszos forrásból sikerült kivitelezni a településen. További fejlesztési tervek pedig bőven vannak az önkormányzatnál. A közeljövőben, említettem, a játszótér építése fog megkezdődni, a közvilágítás korszerűsítése is hamarosan megkezdődik. A legnagyobb Tervünk és álmunk a hiányzó három érintett önkormányzati útnak a szilárd burkolata lenne, ami egy kicsit nehezebb feladat, hiszen keskeny szélességű utakról beszélünk, ahova építési engedély nem kapható, tehát így a pályázati lehetőségek is Szűköszön. beszűkülnek. Igen. Ezen kívül Hatalmas nagy álom még a fő utcán, a utcán nagy átmenő forgalom miatt borzasztóan szeretnénk egy járdát építeni. Itt hasonló a helyzet, hogy a szélesség nem mindenhol adott, úgyhogy nagyon nehéz lesz a végére járni. Fontos célkitűzése még az önkormányzatnak, hogy felpesdítsa a közösségi, kulturális, közéleti életet a településen. A tapasztalatok szerint ugyanis ilyen kezdeményezésből kevés volt az utóbbi években. Emellett a fásítás és a község szépítése is a tervek között szerepel. Ez azt is segítheti, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését, hogy lehetőség szerint minél nagyobb számban telepedjenek le a kis településen.